Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ahol arra gondoltam, hogy körmözhetnénk egy kicsit, ugyanis böngésztem egy kicsit YouTube-on, néztem pár körmös videót, és találtam pár olyan mintát, ami nekem biztosan új, de lehet, hogy nektek is tudok vele újat mutatni, legalábbis nagyon remélem. Aki ismerte és próbálta már őket, az nyugodtan írja meg a komment részlegben, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mennyivel vagyok lemaradva tőletek, de ettől függetlenül nagyon szeretném őket kipróbálni, és látni fogjátok majd, hogy csináltam egy körmöt egy héttel, hát egy kicsit több, mint egy héttel ezelőtt, és eléggé siettem, amikor csináltam, úgyhogy jó pár helyen fel is levegősödött, úgyhogy aktuális is újra csinálni, és arra gondoltam, hogy akkor egy picit próbálgatok. És ha már próbálgatok, miért nem venném fel nektek videóra? Annyit még hozzátennék, hogy az, hogy mennyire lesz profi a felvétel, az kérdéses, ugyanis Dezső Bence az a ment Erdélybe, és az Isten tudja, miért elvitte magával az állványt, de igyekszem minél jobban felvenni. Remélem, hogy így is tetszeni fog. Úgyhogy, ha érdekel titeket, akkor tartsatok velem, és próbáljunk ki pár mintát együtt. És ahogy látjátok, még mielőtt elkezdenénk az egészet, megmutatom nektek, hogy milyen új csiszoló fejeim vannak. Aliról rendeltem őket, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy működnek, úgyhogy ha jól emlékszem, akkor hármat fogunk kipróbálni ebben a videóban. És utólag úgy, hogy már felvettem a videót, és nyilván itt ülök és nézem vissza az anyagot. Azt kell mondanom, hogy ezek a kisebb fejek nekem sokkal-sokkal jobban bejönnek, nagyon kézre állnak, nagyon kényelmesek, és szerintem a minőségük is teljesen rendben van. És ahogy látjátok, már elkezdtem a felvállást megszüntetni és leszedni, ugyanis mielőtt újraépíteném a körmöt, teljesen el kell tüntetnem ezeket. Ez a második, ez a kis kugli, formailag egyébként tök rendben van, és nagyon sokan használnak is ilyet, viszont valahogy nekem nagyon nem jött be, nem is szedte olyan jól az anyagot, mint szerettem volna, nem volt olyan egyenletes, úgyhogy valahogy, és egyébként nagyon melegedett is, pedig ugyanúgy használtam mindent, maximum fordulatszámon megy egyébként jelenleg a csiszológépem, viszont ez az irizálós, a kedvencem, nagyon-nagyon könnyen tudtam vele leszedni mindent a körmömről, amit szerettem volna. Nagyon kényelmes volt, egyáltalán nem melegedett, úgyhogy eddig ez volt a kedvencem, ahogy látjátok, csodálatosan le is pattant a kis felvált rész. Ezután átfordítottam a kezemet, és alulról elkezdtem kireszelni a tippet, és igazából a kis levegő buborékokat, ami a tipp felhelyezés alatt oda került. Majd ezután egy narancsfapálcával toltam fel a bőrömet, ugyanis mostanában rákaptam, sokkal kényelmesebb, mint egy fém eszközzel feltolni a bőrt. Ezután látjátok, egy gyémánt csiszoló fejet vettem elő. Nem tudom őszintén megmondom, hogy magyarul milyennek a pontos formája. Úgyhogy ezzel kezdtem el eltávolítani a letapadt részeket, és előkészíteni a körömágyamat, hogy utána ollóval minden probléma nélkül le tudjam vágni a száraz és kemény részeket. Ez vajon fura, hogy én ezt nagyon szeretem nézni? Most mondjátok meg, nem satisfying, ahogy ezeket itt szépen egyesével levágom. Jól be is lassítottam, hogy ti is meg tudjátok nézni. Ezután egy 100x180-as reszelő 180-as felével felbolyhosítottam a saját körmemet, nagyon óvatosan, egy irányba, leginkább a szabad szél fele reszelve, nagyon kicsi, vagy inkább semmi nyomást nem helyezve a reszelőre. Ezután alakítottam egy kicsit a formán, az oldalfalakat és a szabad szélt megreszelve. Majd portalanítás után jöhet az előkészítés egy nail prep folyadékkal és egy savas primerrel. Mind a kettőt csak és kizárólag a saját körmöm felületére vittem fel. Nagyon vékonyan, és igen, savas primert használok, porcelánhoz nekem a savas primer jött be a legjobban. Biztos láttátok már másik videóban is, de ez a kedvenc porcelán ecsetem, és nagyon fontos, teljesen fehér mintanélküli papír a leitatáshoz. És ezután jöhet az a rész, ahol nézhetitek, ahogy életem egyik legrosszabb porcelán felhelyezését hajtom végre nektek. A kis, illetve gyűrűs ujjamon
Crystal Nails-es porcelánport használtam, ugyanis legutoljára, amikor venni szerettem volna, csak ez volt az üzletben, úgyhogy ezt kellett vennem, de nem kifejezetten szeretem. Ezután szerettem volna a Brill Bird-nek a latte porját kipróbálni, ugyanis több mint egy éve használtam utoljára, és már arra sem emlékeztem, hogy milyen volt. Ez se sikerült túl jól, és az utolsó két körmemre, a mutató és a hüvelykújjamra az átlátszó porcelánport használtam. Itt látjátok, megállítottam a képet, eldönthetitek, hogy melyik lett a legcsúnyább. Gyakorlásból tanul az ember, úgyhogy nincs mit szégyelni rajta, ugye? Őszintén meg kell mondjam, ez a kedvencem még mindig az összes közül, és szerintem ez a két körmöm is lett a legszebb felhelyezésileg. Ezután mutatom, hogy narancsfa pálcával megkocogtattam a körmöm, hogy halljam, hogy teljesen megkötötte, és ha igen, akkor kezdhetem a reszelést, ahogy látjátok. Legalábbis remélem, hogy látjátok, ugyanis ide-oda forgatom és csekkolgatom az ujjaimat, körmeimet, de megpróbáltam egy nagyon szép pici kockára reszelni mindegyik körmömet, igyekezve egy szép cívet tartani, amellett, hogy vékony maradjon a körmöm. Lehet, hogy a videó nem fogja teljesen visszaadni, de először az oldalfalakat, utána a szabad szélt, és utána szoktam a köröm felületét reszelni, és a C-ívre figyelni. És itt azt is láthatjátok, hogy hogy néz ki valós időben a munkálkodásom. Majd miután felülről meg voltam elégedve a körmöm formájával, utána megint felfordítottam a körmöm, és most sokkal többet, mint az előbb kireszeltem alulról, és megpróbáltam egy szép, hajlított-szerű ívet adni nekik. Ilyenkor, amikor úgy érzem, hogy vastag a körmöm, akkor szeretek mindig alulról elvenni, így meg tud maradni felülről a szép ív, illetve az egyenletesség, és mégis tud vékony és elegáns lenni a körmöm. Ezután egy bufferrel finomítottam a körmöm felszínén. És ahogy látjátok, így néz ki jelenleg a körmöm. Majd egy kiadós kézmosás után elkezdtem felvinni a színemet, ami most a fekete lesz. Nagyon vékony, egyenletes rétegben viszem fel, és szeretném nektek megmutatni a trükkömet, hogyha valaki géllakkozásra szánja mondjuk a fejét, akkor tökéletesen tudja felvinni a géllakkot, ugyanis a legnagyobb trükk szerintem a géllakkozás terén az egy nullás ecset, és azokra a részekre, ahova nem tudsz bemenni a tégelyben lévő kis ecsettel, azt egész egyszerűen egy nullás ecsettel ki tudod pótolni, és a legtökéletesebb lakkozást tudod végrehajtani. Ezeket a lépéseket megtettem mind az öt körmömön, utána 60 másodpercig kötöttem őket LED lámpában. Ezután húztam rájuk egy második sort is, ugyanezzel a módszerrel, és ezeket is teljesen megkötöttem. Milyen szépen csillog. Itt elgondolkoztam rajta, hogy lehet, hogy így szeretném hagyni az egészet, de aztán rájöttem, hogy a videónak most kezdődik csak a lényege, és az első technikánk az egy cérna technika lesz, látjátok, ezeket a színeket szeretném használni. Itt még nem tudtam, hogy milyen szinten rontottam el az egészet. Fel kell vinni egy nagyon vékony réteg színt a körmötökre, és ebbe kell belehelyezni a cérnát, és egy absztrakt mintát csinálni vele. A színfelhelyezéssel tökéletesen megvagyok, viszont mindjárt láthatjátok, hogy nagyon szenvedtem a cérnával, ugyanis iszonyatosan nehezen irányítható, ahogy látjátok. Nagy nehezen sikerült ráhelyezni a körmömre, és innen jött az, hogy nem én irányítottam, és fogalmam nem volt, hogy hogy kellene csinálni, hogy jó legyen. Amikor kitaláltam valamit, az látjátok, nem úgy működött, mint ahogy kitaláltam, és sajnos ezután jöttem rá, hogy nagyon nagy részt festettem be a cérnán, és túl kicsi hozzá a körmöm, és később jöttem csak rá, hogy a színek se a legideálisabbak. Látjátok,
Nem tetszik, kezdjük újra. Sokkal kisebb részre vittem fel a színeket, és megpróbáltam még egyszer. Sokkal jobb lett, mint először, és ezt a dizájnt meg is fogom tartani. Viszont ez még egy kis gyakorlást igényel, illetve sokkal-sokkal élénkebb színeket. A másik ujjamon megpróbálok másik két színt használni, ami egy fokkal már jobb lett, de valahogy még mindig nem vagyok teljesen megelégedve az eredménnyel, de mostanra úgy döntöttem, hogy jó lesz ez, úgyhogy mind a két körmömön a mintát lefettem egy fényzselével, és megkötöttem őket LED lámpában. És ezután tovább is léphetünk a következő dizájnra, ami egy nagyon érdekes, angolul úgy hívják, hogy sárkánybőr design, viszont nem tudom, hogy magyarul mi lehet a neve. Buborékokat kell használni hozzá, azt mondják, hogy bármilyen szappan hab jó, hát én mosogató szappant használtam, és nagyon kicsik lettek a buborékok. Először narancsfapálcával próbáltam meg felvinni, ugyanis így láttam a videóban, de egyáltalán nem akartak úgy maradni a buborékok, úgyhogy végül egy körömágy feltolót használtam. És ahogy látjátok, sikerült, nagyon-nagyon tetszik az eredmény, bár egy kicsit talán jobban örülnék, hogyha nagyobb buborékok is lennének, de elsőre azt mondom, hogy nem rossz. Megcsináltam a középső és a mutató ujjamon is egyessével, nagyon vigyázva rá, hogy a buborékok el ne tűnjenek addigra, mire berakom őket a lámpába. Ezután papírral letöröltem, és egy brill zselét használtam hozzájuk. Nem tudtam, hogy mi lenne a legjobb opció, gyönyörű ez a zselé, viszont sajnos látni fogjátok, hogy nem adja vissza annyira a hatást, amennyire szeretném. Ha van tippetek, hogy milyen zselével kellene kipróbálni, akkor nagyon várom. Nagyon-nagyon vékonyan kentem fel a zselét, hogy ne tömítse el a kis lyukakat, amiket kinkeservesen megcsináltam. És összességében egyébként azt mondom, hogy szép lett, ezután ráhúztam még egy Brill fényzselét. Összességében szép lett, viszont egy kicsit erősebb eredményt vártam volna ettől a technikától, de természetesen gyakorlás a tudás anyja, elsőre szerintem tök jók lettek. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek, hogy tetszett ez a videó. Hogyha tetszett ez a formátum, akkor dobjatok rá egy lájkot, és igyekszem nektek minél több ilyen voiceoveres körmös videót csinálni, ugyanis nagyon élveztem. Ha nem vagytok még, akkor iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velem. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!